Sziasztok! A mai videóban végre sort kerítek a Natasha Denona Minisztár palettára. Swatchot is fogok nektek hozni, kipróbáljuk a palettát, sminket készítünk. Hogyha érdekel titeket, akkor csak tartsatok. Tartsatok velem! De mielőtt belekezdünk, iratkozzatok fel csatornámra, és lájkoljátok ezt a videót, kérlek, mert ez nekem nagy segítség. Köszönöm! Na, hát aki követi a csatornámat, az tudja, hogy Natasha Denona meg én egy kicsit hadilábon állunk. Nem akarok olyan nagyon mélyen belemenni, de azért egy-két szót hozzátennék ehhez a dologhoz. Akit ez nem érdekel, az ugorjon is át odáig, hogy szóltsunk. Ez a Minisztár paletta egyébként nekem nagyon tetszik, és én sok reményt fűzök hozzá, úgyhogy reméljük, hogy jó lesz, de abban is biztos vagyok már szinte, hogy nem biztos, hogy valaha is lesz akkora szerelem élményem Natasha Denona termékkel, mint amit én szeretnék. Ennek több oka is van, de először azt hozzátenném, hogy emlékeztek, hogy csináltam a Catrice 5 palett, nem tudom mi a neve, ilyen 5-ös palettája, valami ugyanígy néz ki majdnem, csak más színvilág, ugye, meg a megfelelő Natasha Denona palettával összehasonlított. Azt a videót újra venném legszívesebben, de elmondom, hogy miért. Az egyik az az, hogy abban a videóban én a Catrice-t éreztem jobbnak, és nem mondom most sem, hogy hülyeségeket mondtam volna abban a videóban, mert képzeljétek el, az volt az élményem, miután visszanéztem, hogy néztem önmagamat és a sminkemet utólag a felvételen, és azt néztem, hogy bakker, de Timi, hát azért szelpanatosa oldal basszus, tehát azért kifinomultabb. És aztán így azon gondolkoztam, hogy ki se rakjam ezt a videót, hát akkor mégse az a véleményem, amit mondtam. És aztán képzeljétek el, az volt, hogy elkezdtem nézni a videót, a saját videómat, és ahogy így folyamatosan problémákba ütköztem a Natasha palettánál, bizonyos szempontok alapján, amiket ott ki is fejtettem, akkor elkezdett felelevenedni az élmény, amit okozott akkor és ott a sminkelés közben. És minden, amit ott mondtam a Catrice-ről vagy a Natasha-ról, mindegyiket újraéltem, és rájöttem, hogy úristen, tényleg ezért nem tetszett, úristen, tényleg ezért se tetszett, és a végére úgy éreztem, hogy jó van, jó dolgokat mondtam, tartom a véleményemet továbbra is. Viszont annyit módosítanék tovább a véleményemen most így utólag, hogy valóban a Natasha azért egy kifinomultabb paletta. Hogy megéri a nem tudom hányszoros árát, az egyértelmű, hogy nem. Számomra ez még most is egyértelmű, és ott abban a csatában a két palettát nézve sem. Viszont az tény, hogyha nagyon pici kifinomultsággal többet szeretnénk, akkor ott abban a videóban a Natasha jobban teljesített, de továbbra is azt gondolom, hogy ekkora hype és ekkora név és ekkora ár mellett azok a tulajdonságok, amiket viszont ott a palettáról elmondtam, azok szerintem nem annyira megengedhetőek. Tehát én, nekem mindig az a bajom, tudjátok jó, hogy én sokat költök, nagyon sokat sminkre, nálam nehezebb már több sminkterméket kipróbálni és tesztelni és költeni sminkre, még többet. Én 10 éve csinálom ezt, 10 éve próbálok ilyen tempóban ki termékeket, és egyszerűen azt gondolom, hogy ha valaminek az ára nagyon magas, akkor hozzon nagyon magas különbséget és minőséget folyamatosan, és ez ne legyen kérdés. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, amire rájöttem időközben, ahogy egyre többet használgattam Natasha palettákat, a bronzt is próbáltam tényleg szerelemmel szeretni, arról is van videóm. Most is azt gondolom, hogy ez egy nem rossz paletta, nem az, egyetlen. De ilyen paletta? Nem az, egyetlen. Tehát, hogy... és szerintem két probléma van. Az egyik az, hogy valószínűleg Natasha nem nekem gyárt egész egyszerűen. Tehát vannak olyan márkák, amik neked vannak, neked fekszenek legjobban, és vannak olyanok, amik annyira nem. És lehet, hogy az másnak viszont az a márka fekszik annyira, és abban találja meg valamiért a szépséget, ami tök jó, nem vagyunk egyformák, nyilván nem egyformák a gyártók, nem egyforma azoknak se a szeme, akik megtervezik. Tehát például szerintem a Natasha Denona nem ugyanazt látja szépnek, mint én egész egyszerűen tényleg eljöttem rá szerintem. Tehát valószínűleg nem ugyanaz a célunk, nem ugyanazt akarja legyártani, és nem ugyanazt látjuk egy sminkben szépnek. Tehát nekem például állandó veszőparipám, de főleg sminkesként egyébként,
hogy legyenek highlightok a sminkben, intenzívebb, kevésbé erős színek, stb. Nekem veszélyparipám, hogy egy palettában szerintem kell sötét és világos szín, amit ugye ide tudsz tenni, meg amit mélyíteni. Én imádok mélyíteni, én imádok világosítani, a Natasha paletták legtöbbjében ezt nem nagyon sokban, ebbe se igazán lehet ezt megtenni, és innentől kezdve nekem eleve nem lesz egy paletta akkora szerelem. Persze, itt lehet mondani, hogy egészítsük ki másik 5 palettával, és akkor már jó lesz, de ezzel mindig az a bajom, hogy én, amikor egy darab palettáról mondok véleményt, egy darab palettát kipróbálok, akkor én azt az egy darab palettát akarom értékelni, és oké, hogy kiegészíthetjük 5000 másikkal, nyilván ki tudom, mert van 6 millió másik palettám, de nem akarom. Tehát én azt szeretném, hogy ebbe az egy palettával legyek szerelmes, és ezzel az egy palettával tudjak élni, ha akarok örökké. Nem tudom, hogy ennek így van-e értelme, és ti értitek-e, de mivel nekem ez az elvárásom, ezért egy palettát én így fogok megítélni. A másik, hogy én nagyon szeretem pont ezt a highlight, meg ilyesmiket, és az intenzitásokat, sminkesként ezt ugye az ember még jobban erőlteti és éli, és hétköznapokban kevésbé van rá esetleg szükség, plusz ha valaki meg inkább az ilyen nagyon kifinomult, mármint úgy kifinomult, hogy nagyon szolíd sminkeket szereti, akkor annak nem is fontos. Akkor már eleve máshogy nézzük ezeket a palettákat. A harmadik, amire rájöttem, egyrészt, hogy idősödök, ami azt jelenti, hogy pont most, és lehet, hogy pont ezután fogom mégis a Natasát megszeretni, van az, hogy már nem feltétlenül mindig akarom, hogy hű, mekkora smink és kreálmány legyen itt, és ha egyszerűbb sminkeket akarunk csinálni, mondjuk így elképzelem a 60-as háziasszonyokat, gazdag háziasszonyokat otthon, akik nem annyira szoktak háziasszonyok lenni, mindegy, tehát a gazdag feleségeket otthon, akik amúgy ki akarják így magukat sminkelni, azoknak például el tudom képzelni, hogy hamarabb bejön egy Natasha paletta, mert ott nem kell akkora ilyen kis highlightok, meg mit tudom én mikre figyelni. Mint ahogy például a Dior, vagy az ilyen nagyon nagy presztízzel rendelkező 100 000 éves márkák, a Chanel, meg az ilyesmi, azok azért nem a 20 éveseknek gyártják, és nem az ő elvárásaikhoz. Jó minőség az, de sose lesz olyan pigmentált, vagy, de nem is céljuk, tehát hogy azok nem akarnak olyan intenzitást adni például. Na, az se nekem való még, de majd ha idős leszek, valószínűleg rá fogok kapni. Vagy idősebb, bocsánat, most remélem senki semmit nem ért félre ebben, amiket itt magyarázok. De szerintem valami ilyesmi is lehet a nyitja annak, hogy egyszerűen nem tud valahogy a szerelem megérkezni Natasával kapcsolatban. Attól függetlenül, hogy persze, hogy én is azt gondolom, hogy nem vacak minőség, de közben még egy érdekességet hozzáfűznék, hogy 99%-ban az emberekkel, amikor erről beszélgetek, vagy a youtuberek, akik videót csinálnak, sokszor azt nézem, hogy a videóban ő is elmondja, hogy ez a szín nem olyan jó, vagy az, vagy mit tudom én. Tehát ugye a videót, ahogy végignézem, azt érzem sokszor, hogy na, hát igen, ebbe se leszek szerelmes, és a youtuber se az éppen. A végén el is mondja az adott youtuber sok esetben, hogy hát nem biztos, hogy ér ennyit a paletta, de amúgy tök jó ez a paletta is ízé. És a végén pedig azt mondja, hogy úristen, de hát milyen jó az a Natasha paletta. Szóval egy kicsit azt érzem, hogy a világ is egy kicsit befolyásolva van azáltal, hogy ez egy Natasha paletta, mint ahogy én is. És ezért is van az, hogy többekkel már megbeszéltük, hogy ér annyit az a Natasha paletta? Nem. De azért fogsz még Natasát venni? Igen. Nem, tehát, hogy valahogy ez valahogy bennünk van, és ezen én sem annyira tudok változtatni, nekem is már nem az első, nem a második Natasha paletta a kezemben. Ez is, amit megvettem. És fogok még Natasával próbálkozni azután, hogy most ezt itt mind elmondtam, és azt gondolom, hogy nem nekem való ez a márka. Igen. Ez csak az igazi sminkőrült bolondok érthetik meg, ők pedig szerintem megértik. Na, de már is túl sokat beszéltem, inkább nézzünk egy swatchot erről a palettáról. Na, és akkor természetesen most belenyúltam baromi krémás. Ó, gyönyörű, ez a duochrome dolog. Nagyon-nagyon szép. Nagyon szép. De ez például egy baromi jó szín. Nagyon jó minőségű, eszméletlenül jó kelhető, nem potyogott sehova, gyönyörű, különleges ez a duochrome dolog. Ez például lehet, hogy mégis szerelem paletta lesz. Itt és most előttetek. Végignézhetitek, hogy hogyan találunk egymásra a Natasával. Na, ez is egy teljesen korrekt szín, ahhoz képest, hogy
Matt, na most oda pont nem akar fogni, de mindegy. Ahhoz képest, hogy matt, ez is egészen krémeske volt. Aztán a fényes szín, hát nyilván a fényesek egyébként mindig egyszerűbb téma. Ez is gyönyörű lesz, biztos, mert jó krémes volt. Igen, ez is gyönyörű. Na ez a paletta mondjuk lehet, hogy pont. Az is lehet, hogy nem a jó palettákba választottam bele, mert például Orsi, na ez lehetne intenzívebb megint szerintem. De szép. Mert például Orsi, a Sminksarok csatornáról tudjátok, neki megvan a gold paletta, amit én még nem vettem meg, majd egyszer beruházok rá, csak mivel nem érkezett meg az a nagy szerelem, azért egyre nehezebben ruházok be nagy összegeket egy ilyen márkára, ugye? Na, azt például kipróbálnám, hogy esetleg az is hozná nekem azt az érzést, amit kellene. Uff, na ennek viszont szép színe van. Szép. De ez is milyen sötét, meg ez a másik, hogy a legtöbb palettán azt érzem, hogy az összkép sötét. De szép, azért szép. Na, ez egy nagyon jó minőségű paletta, azért ezt most is leszögezem, még akkor is, hogyha esetleg nem lesz végül szerelem, bár ez a swatch azért elég jó. A packaging, a csomagolás, a paletta vastag, van súlya, nagyon jó minőségű, mágneses, szépen csukódik, gyönyörű, az egész anyagból van, egész biztosan nem spórolós, teljesen jó a méret, tök jó, hogyha neked ez a színvilág megvan, zsebrevágott, ha kell, tök jó hétköznapokra is, alkalmis minkre is, gyönyörűen kelhető volt a swatch, jól pigmentált, nem potyogott semmi sem le, krémesek voltak a színek, a matt is jól fog, és tényleg még különlegesnek is mondható, hiszen ez a duokrom benne, ez baromi, baromi szép. Úgyhogy egyelőre ez például nagyon tetszik. Ha. De nézzük szemen. Szóval, hogy befejezzem egyébként, azt elfelejtettem befejezni, hogy azt akartam mondani, hogy a bronz palettával kezdtem egyébként a paletták közül a Natasha Denonát, és képzétek el, arra sokan mondták, hogy ez pont nem volt annyira jó talán. Úgyhogy lehet, hogy pont egy olyannal kezdtem, amivel pont nem kellett volna, és ezért alapoztuk meg így a kapcsolatunk elejét, de hát majd meglátjuk. Hát minden esetre az biztos, hogy a Szerelmem Urban Decay Primer Potion-t rakjuk fel a szemhéjamra. Úgyhogy igazából még mindig nem adtam fel, és még mindig nagyon várom, kíváncsi vagyok, és higgyétek el, nem vagyok elfogult. Tényleg nem, tehát én nagyon-nagyon-nagyon szeretnék beleszeretni végre, úgy igazán-igazán egy Natasha palettába. Én várom ezt az élményt. A Turbo Steam-en Short Shader-rel fogom felhelyezni az első szint, ami ez lesz a palettából. Méghozzá a szemöldököm alá. Ide. Most sincs egyébként egy igazán szemöldök alá való világos szín a palettával, de most már ezt megpróbálom elengedni, ígérem. De akkor is csak ezt a palettát szeretném használni. De ez még így elmegy ide. Főleg amikor úgy esik rá a fény, hogy csillog. Ugyanebből rakok egy kicsit ide a számzukba is. Ez szép, természetesen jól is működik. Szép kis szín. De ez se ilyen ude atomállat erős egyébként, tehát ez is egy ilyen finomabb. Szerintem az is a baj, hogy sokszor intenzívebbet várnék amúgy. Ami nem biztos, hogy mindig kell, meg másnak nem biztos, hogy hiányzik. Egyébként, ha valakinek van kedve a bronz palettát becserélni egy ugyanolyan méretű, de másikféle palettára, az esetleg írja nekem, mert már arra is gondoltam, hogy lehetne itt cserebelélni, hogy kipróbáljuk egymás palettáit. Mert hogy például a bronzt eladni sajnálom, de megtartani sem akkora értelme van, mert olyan nagyon meg nem használom ki, de azért kipróbálnék még más natosabb palettát is. Na
mindegy, szóval, hogyha esetleg valakit érdekel a bronzparetta, és kicserélni, vagy becserélni velem egy másik natassal hasonló méretű palettára, akkor az írjon nekem kommentet, vagy keressen meg privátban az info@turbusz.hu e-mail címen. Na, de hogyha ezen túl vagyunk, akkor jöjjön a következő szín. Én úgy szeretném most csinálni, hogy mivel én mindig azt érzem, eddig az összes natasa palettánál azt éreztem, hogy egy kicsit sötét az egész, akkor most már sötét sminket fogok csinálni, méghozzá először is a Turbo Steam-e a Small Blending Brush-t fogom a kezembe, ez a kisebb fejű satírozó ecset, és ezzel a színnel fogok használni ide, előre is egy kicsit, ide is egy kicsit. Meg a túloldalra is. Ugyanez a szín, ugyanez az ecset, és ide is. Szerintem tényleg egyébként lehet, hogy az van, hogy nem teljesen ugyanazon a logika mentén gondolkodunk a Natasa meg én, amikor ő kitalálja a palettáit, meg ahogy ő sminkel. Mert például ezt a barnát is, ha már ilyen sötét, akkor én már mélyebb sötétre terveztem volna, vagy világosabbra, hogy tudjam ide felhasználni. Tehát egész egyszerűen lehet, hogy csak a metódus, ahogyan én szoktam és szeretek sminkelni, az nem egyezik azzal, amit ő szeretne a palettáiba belerakni. Úgyhogy könnyen lehet, hogy ez a probléma. Most megint ugyanebből a színből hoztam is ide le. Ami viszont akkor nem is az ő hibája, meg nem is az enyém, csak nem vagyunk egyformák. Vagy különbözik a gondolkodásmódunk. Viszont az összképben, meg azt szoktam érezni most is, hogy nézem a visszajelzőt, azt nézem, hogy egyébként milyen kis... Tehát amúgy kifinomult, szedek le az ecsetről, és eldolgozgatom fölfele is, meg körbe is. Bár egyébként most is azt gondolom, hogy azért nem magától dolgozódik el most se. Ez a szín se. Viszont nem is potyogott le nagyon. Sőt, ott például lett egy kicsike foltom, azt onnan nem is tudom nagyon kiszedni. Igen, tehát ez az élményem se volt még meg egy natasa palettánál se, vagy magától, tehát hogy alig sokszor tényleg az van, most átváltottam a nagy blending ecset rá, tudod, mert az nagy, mi az, a simán blending, de a nagyobb satírozó ecset rá, így van benne a képen. Tehát, hogy szóval vannak olyan élményeim, sok palettában volt már, hogy így felrakom az anyagos suhint, a kettőt kész, mehetünk tovább, ennél sincs, és eddig egyik natasa Denona palettánál sem volt ez az élményem. Ja, itt egy olyan picit még jobban bedolgozom. Hát ez ilyen halo eye-szerű valami lesz amúgy, most már. Akkor össze is kötöm. Ezt így közben találtam ki, hogy mi is legyen belőle. És akkor viszont ebből a világos barnából viszek a nagy blending ecsettel egy kicsit ide föl a háttérszínnek. Úgy, és akkor még egy kicsit hozok a sötétebb barnából, ez most ugye a blending brush volt, a nagyobb satírozó, és akkor még egy kicsit a kisebb fejű satírozó ecsettel a sötét barnából. Egy kicsi mélyítésnek ide. Már egy kicsit közben elveszett ez a szín. Meg egy picit ide föl, és akkor összedolgozom a kettőt, azt az előző barnát, meg ezt. Nem rossz. Szerintem ott belül nem is erősítek rá, hanem hozom a következő színt. A következő ecset a Turbo Steam-e Eyeshader Brush lesz, ez a nagyobb eyeshader, tehát szemhéjányaló ecset, és ezzel fogom felvenni ezt a színt, amiben én a legeslegjobban bízok, hogy majd ő fog valami olyan egyedit hozzátenni a sminkünkhöz, ami szerelmet okoz. Jól felkenhető,
Nem potyogott nagyon. De azért valamennyire hullik. Ó, oh, jaj! Jaj! Sötét nekem. Nem is tudtam, hogy hova kéne ezt rakni, mert a szélében nem elég sötét szerintem, ide középre meg túl sötét. Én nem tudok natasával sminkelni. Ez van. Én ide is úgy szeretnék valami kis fényt, mármint mert ennek világosabbnak kéne lennie. Meg az intén az a zöld árnyalat se annyira szerelem. Ja, hát ez most nagyon nem tetszik. Azt se tetszik ott fönt, ugye sötét, de nem nagyon volt más választásom, mert ugye ez, amit a háttérszínnek tettem fel, az még sötétebb lett volna, tehát azt nem tudtam oda rakni. Az csak akkor szép, ha éppen rá, tehát ha, például, ha így tartom, most nézem a visszajelző monitort, ha így tartom, akkor itt foltot látok. Ha elfordítom, akkor szép, mert akkor pont rácsillan a fény, és akkor viszont világos, valami olyan kéne inkább ebbe a palettába, mint amilyen valójában a szín. A sötétet nem tudtam maradéktalanul foltmentesen eldolgozni, sajnos. Elmegy, de nem maradéktalan. És túlságosan összeolvadt ezzel a duokrommal. Szerettem volna azért olyat, hogy ez itt egy kicsit, tudjátok, ilyen pop szint, ami így kiugrik egy kicsit, ott egy kis fényességet, egy kicsit világosabbnak kéne mindenképpen ehhez lennie, ennek meg ugye mélyebbnek kéne szerintem lennie. Most egy kicsit túl egybefolyó, sötét valami van itt a szememben, ami nekem ez így nem tetszik. És ezt mondom, hogy ezt a fajta sminket például nem tudom másképp megcsinálni, mert nincsenek megfelelő színek hozzá. És most meg megkoszolom. Nézzük meg ezt az aranyat, hogy valahova fel tudom-e pattintani, hogy kicsit mentsen. De az a baj, az az arany is sötét. Töröztem a small, vagy mi az short trailer, a kicsi szemhéjánynál olcsat. De azért mondom, szerintem lehet rá kell hagynom ezt a natosabb problémát, mert tehát ez is sötét. Szerintem az én sminkelési stílusom nem kompatibilis a Natasha stílussal. Szerintem most már ennyi paletta után lehet, hogy kimondhatjuk. Ráadásul ebből például egy csomót fel kell venni, hogy valami történjen a szememen. Már most itt a többedik réteg van, és még mindig nem volt elég ahhoz, hogy lefedjem a teljes szemhéjamnak a közepét, tehát nem is az egészet, és még mindig nem elég, még mindig muszáj lesz hoznom, hogy itt se legyen lyukas. Aj, munkás, munkás. Munkás is a végeredmény se tetszik, az a jó az egészben. És potyogás is volt megint. Aj, most már lehet, hogy feladom. Lehet, hogy az én csatornámon nem lesz több Natasha Denona, és kész, ez van. Egyszerűen nem. Amúgy írjátok meg kommentben, hogy ti mit láttok, miközben csinálom, és hogy hogy érzitek, és hogy nektek tetszik-e a smink. A végeredményem, hogy nem hiszem, hogy annyira katasztrófa lesz, bár... nem is olyan, mint amit szeretnék látni. Most legszesebben így leszedném az egészet, kicserélném a videót, és hello, hagyjuk a francba ezt az egészet. Na, és ez a probléma. Tehát... ennek így nem sok értelme van már próbálkoznom szerintem, hogy mindig ez az élmény legyen, mert is unni fogjátok. Felrakok ide a vízvonalra, meg alá egy kis barna szemceruzát, némi kontrasztot végreadni az egésznek.
attól egyből jobb lesz. Igen, egyből valószínűleg jobb lesz, úgy gondoltam. Aztán pont most volt videóm az Inglot Csoki eyelinerével, ide is hozom. Az is pont jó lesz nekünk ide, mert nem fekete, de jó sötét és csoki barna, az ide fog illeni. Ez ugye így néz ki. Erről van az Inglot Hungary csatornáján önálló YouTube videóm, úgyhogy lássátok meg, hogy érdekel titeket. Ez most nagy szerelem termék lett nálam. Ó, de gyönyörű, na ez gyönyörű. Ez mindenképpen jót tett a sminkemnek. Hát én most borzalmasan érzem magam. Tudjátok, mit az lesz, hogy idehozom a Catrice Jenny palettát. Catrice-t, azért is. És kölcsön veszek ebből a duochrome-ból egy picit. Fölpöttyintem ide. Csak ezzel óvatosan, mert ez viszont sokkal intenzívebb. Juhúj, mennyivel jobb. Csak sajnos alatta van a kosz, amit a Natasha okozott. Igen, így most már jobb. Na, én ezt szeretem, igen, hogyha van valami értelme, hogy föl van az a duochrome szín. Ennek a duochrome-nak olyan sok nincs, ennek a Catrice-nek viszont van. Úgyhogy még egyszer ebből a másik oldalra is. Ó, de gyönyörű. Azért a különbség. Na igen, most már sokkal jobb. Kicsit most arra gondoltam, hogy még a szemöldökömet is akkor földobhatnánk. Mert hogy ebben viszont van olyan szín, amivel egy kicsit lehet jobban. Turbo Sima Short Shader Brush. Akkor itt egy kicsit javítunk ezen is. Hát szebb lenne, ha nem lenne alatta a másik, de így is jó. Na most már egy fokkal jobb. A sminkem jelen pillanatban sem igazán tetszik, de jobb, de mindenképpen jobb. Na, még dobjunk fel egy spirált. Catherine Ardi Bivaldemann szempilla spirál. Azzal még azért biztos, hogy megint jobb lesz egy fokkal. A Lovely Cookie Gold highlighterét fogom mellé felrakni, ennek a kis forradból. Illatú highlighternek még mindig szerelmese vagyok egyébként. Ide. Így. Kicsit ráadom azt is a sminkre. Úgy. Pirosítom is van ám egy Natasha Denona még hozzá, ezt Orsitól kaptam a Smink Sarok csatornáról, és egyébként ez viszont tetszik, úgyhogy most ezt fogom felrakni. Az Inglot Nude Secret 357-es rúzsát fogom feltenni, ez egy karácsonyi kiadás volt, ez egy ilyen kis nagyon nude, barnás árnyalatú rúzs. Ez most pont elég. Gyors és egyszerű megoldás. Na hát szerintem a végeredmény egyébként szép lett, de mindenképpen úgy, hogy megmentettem a Catrice palettával. Itt nélkül a kis ragyogás nélkül nagyon sötét lett volna az egész, meg ez is itt dobott, de főleg itt ez, amit ide raktam a Catrice palettából. Úgyhogy továbbra sem lettünk puzipajtások, és ezt a palettát biztosan nem fogom megtartani. És most már lehet, hogy viszont akkor mégiscsak feladom ezt a Natasha próbálkozást, még nem tudom. Tehát egyszerűen nem. Valahogy
se a használhatósága, se a végeredmény, egyszerűen nekem nem fekszik, sajnálom. Tudom, hogy a világon mindenki más imádja, biztos, valószínűleg nem tudom, nem néztem egy videót se egyébként erről a minisztárról, hogy volt-e bármilyen negatív vélemény róla. Tuti, én vagyok az egyetlen, akinek igen, nem tudom, hát láttátok, hogy nekem miért nem. Mindenki el tudja dönteni, hogy akkor neki tetszene vagy sem, de azért írjátok meg a véleményeteket, mert kíváncsi vagyok rá, egyszerűen nekem nem megy, nem megy, sajnálom, tényleg sajnálom, én annyira próbáltam. Na jó, hát azért lájkoljátok ezt a videót, kérlek, és ne iratkozzatok le a csatornámról, ha nektek meg a natos a szerelem, mert van ez így, tehát semmi baj azzal, hogyha nektek bevált, nekem meg nem, ez sajnos ilyen. De hogyha mégiscsak ennek ellenére szeretnétek további videóimat is látni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljátok ezt a videót. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, és legyen csodás napotok, sziasztok!